Csütörtökön a szekszárdi közgyűlésen született arról döntés, hogy a megyei úváros idei költségvetésében 1 millió forintot különítenek el mások mellett azért, hogy olyan rászorulókat támogasson az önkormányzat, akik felvennék a tüdőgyulladás súlyos szövődményeit megakadályozó védőoltást. Az ezzel kapcsolatos módosító javaslatot Zaják Rita polgármesteri tanácsnok nyújtotta be. Nem az egészet fogjuk tudni kifizetni, hanem hozzájárulást fogunk tudni adni, és természetesen olyan szintű rászorultságnál akkor az egész összeg is rendelkezésre állhat. Zaják Rita azt mondja, a következő lépés annak kidolgozása lesz, hogy kik és pontosan milyen alapon kaphatják majd kedvezményesen a vakcinát. Adott esetben képes súlyos lefolyású tüdőgyulladást okozni, középfülgyulladást, sőt az agyhártyákat is meg tudja harapni. Ezeket a betegségeket mind okozhatja a tüdőgyulladás egyik fajtájáért felelős baktérium. Az oltás ezek ellen is véd. Dr. Szabó Gábor háziorvos szerint példaértékű a szekszárdi kezdeményezés. Mint mondja, ez a vakcina a csecsemőknél már kötelező, a felnőtteknek pedig nagyon ajánlott, főleg 50 év felett, vagy ha valaki immunhiányos. Nagyon hatékonynak tartom, mert amióta adjuk, a saját gyermekorvosi praxisomban elvétve fordult elő tüdőgyulladás, de súlyos lefolyású kórházi ellátást igénylő, vagy esetleg fatális kívánatörű betegség nem volt. A vakcina nem olcsó, 15-17 ezer forint. Éppen ezért gondolja azt a szakember, hogy sokkal vonzóbb lehet az oltás, ha a szekszárdi önkormányzat pénzzel támogatja a felvételét. Sokan anyagi szempontból nem veszik föl. Tehát ha erre van egy kormányzati, központi segítség, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy lényegesen több paciensen fog élni ezzel az oltás lehetőségével, és mindenkinek ajánlom. Zaják Rita javaslatára emellett azt is elfogadták a közgyűlésen, hogy a megyéjugú város iskoláiban az allergiás rohamok kezelésére szolgáló injekciókat is beszereznek.